Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Ne legyen áldozat című műsort 2008-ban hoztam létre, mint egy hiánypótló tájékoztatásként ebben a sok esetben gyalázatos és embertelen földi világunkban. A műsort a kezdetek óta saját magam szerkeztem és egyben finanszírozom. Támogatást soha egyetlen alkalommal sem kaptunk. Sajnos azonban az egyre csak romló gazdasági helyzet nem teszi lehetővé, hogy a továbbiakban is magam finanszírozom ezt a műsort, ami nagy hiánya a tömegtájékoztatásnak. Elfogytak az erre irányuló tartalékaim, így az alábbi tiszteletteli kéréssel fordulok Önökhöz. Amennyiben van rá lehetőségük, úgy kérem, hogy havi szinten 1000 forint összeggel járuljanak hozzá műsorok további készítéséhez és megjelenítéséhez. Ezáltal biztosítva, hogy az eddigi befektetett munkát nem kell abba hagynom, és továbbra is heti rendszerességgel tudom elkészíteni és megjeleníteni az újabb és újabb adásokat. Támogatásukat az alábbi bankszámra tudják elhelyezni. Köszönettel és tisztelettel, Tímár László, szerkesztő műsorvezető. A mai modern társadalmunk egyik legszomorúbb velejárója a széthulló családok, a romló állapotú, vagy a már teljesen megromlott emberi kapcsolatok, ahol az idősebb generáció sorsára hagyva, elszigetelve a társadalom perifériájára került. Szinte teljesen kihalt az apáról fiúra szemlélet, amikor is egy gyermek a szüleitől sejtett el bizonyos ismereteket és tudást. És ha már a tudás szóba került, az oktatásban sem jobb a helyzet. Tanárokat és tanulókat megverő, megalázó, diákoknak nem nevezhető bűnöző palánták, illetve azok felmenői tartnak terrorban tanintézményeket, amikor is a megtámadottaknak semmi lehetőségük sincsen a védekezésre. Jogorvoslat esetén is nevetséges, további erőszakra serkentő, látszatítéleteket hoznak az erre jogosult szervek. Vagy ott vannak a diáktüntetésnek nevezett társadalomromboló események, ahol a magukból kikelt gyűlöletre és rombolásra hajlamos, felhergelt, maguk a diákoknak tartó felforgatók tombolnak és rombolnak. Mindezt jól megszervezett háttérrel persze. Egyre nagyobb teret nyer az erkölcstelenség, az alkoholizmus, a drogfüggőség is, amiről nem jelent kivételt az oktatási rendszer sem. Álszent, hazug világban élünk, ahol beteg a mai kor társadalma, mert betegé teszik azok, akiknek érdekük fenntartani ezt az állapotot. Be kell, hogy lássuk, ez így a pusztuláshoz vezető út, ami alól főleg az utókor számára nem lesz menekvés. Természetesen van kiút. Mai műsorunkban továbbra is az oktatásban meglévő állapotokról kérdezem meghívott vendégemet, Vajk Borza, olasz hittanszakos tanárt. Jó estét kívánok, tanár úr, üdvözlöm itt a stúdióban, köszönöm szépen, hogy ismételten elfogadta a meghívásunkat. Tisztelettel köszöntöm Önt is, és a kedves nézőket is. Tanár úr, még mielőtt elkezdenénk a mai műsorunkat, történt ugye az elmúlt hetekben egy olyan esemény, ami az államfőnek a lemondásához vezetett. Ebben nem kívánok mélyebben belemenni, de egy dologra azért kíváncsi lennék. Van az úgynevezett mentor, nem kívánom most megnevezni, aki a református egyháznak a feje, és általag ő neki is komoly szerepe volt mindabban az állapotban, amiben van. Ugye ezt mennyire tartja összeegyeztethetőnek a krisztusi erkölccsel, a keresztény renddel, és mindazzal, amit hirdetnek? Természetesen nagyon nincsen összhangban a kettő, mert hogyha Krisztusnak az erkölcsi szemléletét nézzük, és a tanítását, amit példázatokban megfogalmazott, pontosan láthatjuk, hogy a mennyek országának elérését kéne kitűzni célul. Hát ezek az emberek, akik ezt a viselkedést művelik nap mint nap, hát látjuk, hogy nagyon messze vannak ettől. És a probléma az, hogy a vallásban is egyébként nem a krisztusi erkölcs szokott egyébként dominálni, hanem nagyon sok esetben egy ilyen nagyon furcsa vallásos formula, amit berkeken belül szoktak csak ugye elmondani, hogy pontosan mit is jelent az. Mondhatni egyébként, remélem, hogy ezzel nem sértett meg senkit sem, egy ilyen liturgikus pávatánc, ami nagyon sokszor megjelenik a templomokban, és a hétköznapokban nem szokott a krisztusi erkölcs népszerű lenni, ezt valljuk be, és nem látjuk ennek foganatját sem, semmilyen szinten. Ön hogy látja, mennyire érzik a keresztény emberek becsapva magukat mindazáltal, ami az elmúlt hetekben történt itt a pedofilia botrány tekintetében? Én úgy gondolom, hogy nagyon sok mindenkit leforrázott ez az ügy, még azokat is, akik nagyon elkötelezettek voltak
egy bizonyos politikai irányzat iránt. Én látom, hogy nagyon nagy mértékű a csalódottság. Nem tudják hirtelen, hogy most hova kapjanak, hogy kihez fordulhatnának, ki lenne az az igazi példakép, akit lehetne követni. Én azt mondom, hogy a politikát nagyon jól tudjuk, hogy Machiavelli óta az érdekek mentén próbálják meg irányítani. Elvek nem jól vannak benne. Ugye a Dalai Lámának az egyik nagyszerű idézetét hoznám ide, ha jól tudom, akkor a 14. Dalai Láma mondta azt, hogy a világnak 7 égető problémája van, és hát ezek közül kiemelkedik a politika elvek nélkül és erkölcs nélkül. Hát láthatjuk, hogy ennek itt van az eredménye, hogy a Niccolò Machiavelli is azt mondta, hogy olyan politikát kell létrehozni, hogy az emberek féljenek az adott uralkodótól, de ne rettegjenek. Hát látjuk, hogy most ez történik, hogy lavírozgatás megy, kint is vagyok, bent is vagyok, politikát folytatnak az aktuális politikusok, és nem látjuk, hogy ebben bármiféle elv vagy erkölcs megjelenne. Ugye ott, ahol az erkölcs megszűnik, kellenek a különböző jogok. Milyen lelketlen állapot szükséges ahhoz, hogy valaki egy pedofil gyerekeket molesztáló, egy évtizeden keresztül molesztáló féreg ellen, bocsánat, hogy ezt a szót használom, tudnék csúnyábbat is, de nem teszem, kiálljon, vagy mellett kiálljon, és védjen, és óvjon, és a gyerekeket gyakorlatilag háttérbe szorítsa, és egy ilyen magas szinten lévő politikai ember pedig ennek gyakorlatilag biztosítsa a hátterét. Milyen lelketlen állapot kell ehhez? Én azt gondolom, hogy ha megnézzük nagyon mélyen ezt az esetet, akkor elképzelhető, hogy volt félretájékoztatás is. Persze ez nyilván nem mentség egyébként a döntés, amit meghoztak, és ez vérlázító, ami megtörtént. De én úgy látom, hogy voltak olyan félrevezető események, amik esetleg ebbe az irányba eltolhatták ezt az egész ügyet. És aki ezt jóvá hagyta, teljesen mindegy, hogy ki volt az, azt kimondhatjuk, hogy egy lelketlen, egy veleig romlott ember, aki hát nem csak hogy a krisztusi erkölcsöt nem ismeri, hanem a rendes, természetes állami erkölcsöt sem ismeri, és nem volt tudatában annak egyébként, hogy mit cselekszik. Ugye Krisztus mindig azt mondja, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Én is azt mondom egyébként, csatlakoznék a miniszterelnökhöz, hogy ezeket a bűnöket nem lehet megbocsájtani. Nem azért, mert nem vagyunk jó keresztények, hanem azért, mert ezek olyan szinten marják a köztudatot és a gyerekeknek az ártatlanságát teljesen sárba tiporják, hogy ezt nem lehet egyébként védeni. Úgyhogy én is egyetértek ezzel, hogy erre nem lehet bocsánatot találni. Ön hogyan látja a jövőt illetően? Lesznek egy szigorú fellépések a gyerekeket molesztáló a pozíciójukkal, hatalmukkal, visszaélőkkel szemben? Én biztos vagyok benne, hogy ezek után ez a törvénymódosítás a parlament elé fog kerülni, és én is teljes mellszélességgel támogatom, hogy ezt szigorítsák meg, hogy akik egyébként bármilyen szinten visszaélnek a gyerekek jogaival, molesztálják őket testileg, lelkileg, azokat lehessen elővenni. Szerintem ez már az előkapuja most már, hogy ez megtörtént, ez a szörnyű eset, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez a parlament elé fog kerülni, és ezt be fogják nyújtani, ezt a tervezetet. Ezt nem véletlenül hoztam ezt a témát fel itt a műsorunk elején. Nem szeretnék politikával foglalkozni, nem is fogok. De ez egy oktatási intézmény falain belül történt. És pontosan az oktatással kapcsolatos állapotokról beszélünk, és sajnos ez is szerves része, mint a tanárverés, a terrorizálása a diáktársaknak, a bűnözőpalánták által, amiről az előző műsorunkban már volt szó. Pontosan csak ezért hoztam fel ezt a témát, és úgy gondolom, hogy mindenkinek, aki a keresztény erkölcs szerint él az életét, felháborító, de talán még azoknak is, akik nem. Tehát egy gyereket molesztálni, szexuálisan bántalmazni, kihasználni a legaljasabb bűnök egyik, ami a Földön történhet. Én nekem ez a szubjektív véleményem, tanáról. Teljesen egyetértek. Visszatérve az oktatásban tapasztaltakra ezen kívül, egy kicsit utoljunk vissza. Ön hogyan látja az oktatási rendszerben meglévő, most ezt leszámítva, jelenlegi állapotokat? Hogyan látja a kultúrát és a műveltség állapotát, ami jelen pillanatban van? Fel fog nőtt megint ugye egy Z-generáció, valamilyen szinten vannak, TikTokon élik az életüket, az internet világában, és a való világtól úgy teljesen el vannak szigetelődve, és csak ebben a virtuális térben léteznek. Ön ezt hogyan látja? Teljesen egyetértek az említett két mondattal, hiszen hogyha megnézzük mondjuk a gyerekeknek a digitális kultúrához való hozzáállását, akkor láthatjuk, hogy az olvasás, meg maga már a beszéd is nehézséget okoz nekik, tisztelt a kivételnek. Nyilván itt megint a szülők felelősségét kell előtérbe helyezni, hogy amikor otthon a gyerekek elmennek szakkörről szakkörre,
aztán utána hazaesnek, szerintem olyan 8 óra, 9 óra tájékán, és aztán ugye lefeküdnek, szobanövéként élnek, aztán mennek tovább ugye az iskolába, és a szülők nem vállalnak felelősséget a gyerekek magatartása után. Ez kéz a kézben jár, és lehet látni, hogy ebből kifolyólag a műveltség sem lehet olyan szintű, mint amit elvárnánk. Hát ugye említettem, hogy én 1985-ben születtem, és már én is egyébként sajnos olyan oktatást kaptam, amiben hát nem volt olyan szintű műveltség, mint amit mondjuk a nagyapámék tanultak annak idején, akik a Klebelsberg korszaknak a tanáraival tudtak együttműködni, és a szó legszorosabb értelmében együttműködtek. Ott megvolt az a hármas egység, a tanár, pedagógus, szülőnek az egysége, ami segítette a közös munkát. Most ez teljesen megszűnt, és ahogy ön is említette, az erkölcs megszűntével ugye a jogok kerültek előtérbe, és gyakorlatilag egy ilyen jogi paragrafus halmazt lehetne az oktatási intézmények mellé tenni. Ilyen paragrafus jelet lehetne oda helyezni, hogy most már tényleg mindenkinek csak joga van, de kötelezettsége nincsen. Én ugye ki is emeltem, majd fogunk erről is beszélni, hogy a jövő iskolájában több a kötelezettség, mint a jog. És ezt komolyan kell venni. És nem csak egyébként a gyerekeknek, hanem természetesen az ott dolgozó összes kollégának is, ebben nem csak a tanár tartozik bele, hanem természetesen azok is, akik mondjuk takarítóként vagy háttérmunkásként dolgoznak az adott oktatási intézményben. Tanár úr, a műveltséggel és a kultúrával hogy áll a mai társadalom, beleértve az oktatási intézmények falain, amit lehet tapasztalni? Azt lehet tapasztalni nagy mértékben, hogy a germán sémákra épülő rendszert erőltetik, és azon belül is ugye az angol és német nyelvet, és minden, ami nem magyar, az szimpatikus és nagyon szívet melengető a szó negatív értelmében. Nekem nagyon fájó az, hogy minden, ami a magyar kultúrával kapcsolatos, tehát az eredet mondánkat, hogyha figyelembe vesszük a Hunor és Magor történetét, a leghíresebb meséinket, hogy hanyagolják szándékosan az oktatási intézményekben, a hon és népismeret nem kerül előtérbe, nem tudják a gyerekek, hogy kik voltak az őseink, ugye most, hogyha a családot megnézzük, a szűkebb családot, azt se tudják, hogy pontosan honnan származnak, kik voltak az elődjeik, és ebből, hogyha meg akarunk felelni, ebből a rendszerből bármit ki akarunk emelni, akkor láthatjuk, hogy csak zsákutcába tudunk kerülni, hiszen a részekből egészet sosem tudunk kialakítani. Tehát egy szerves műveltséget kellene közvetíteni, ami kezdődik természetesen az énekzenével, és azon belül pedig az egységes zenei nyelvezettel, amit Kodály Zoltán nagyszerűen megalkotott, a Kodály módszert kellene első évfolyamon keresztül tanítani a gyerekeknek, és a zenei műveltséget, illetve a mondókákat, a szép, helyes beszédet, írást, számolást, illetve a vallásórát kellene előnyben részesíteni, és ebből egy nagy, szép, szerves magyar műveltséget létrehozni, és azt közvetíteni a gyerekek felé. És aztán majd később, amikor a gimnáziumba lépnek a gyerekek, ugye ez az én számításaim szerint, én optimálisnak egy ilyen 4+8 keretet tudnék elképzelni, amikor ugye 8 osztályos gimnáziumban vannak a gyerekek, és a gimnáziumi szakaszban tanulnának csak idegen nyelveket, és minden más olyan műveltséget, ami európai, azt akkor ott tudnák elsajátítani. Miért nem ez a séma jelen pillanatban, vagy az elmúlt pár évtizedre jellemzően, miért nem ez a séma? Nem érdeke az adott államnak, az adott állami szervnek, hogy a gyerekek és a felnövekvő nemzedék hogy okos legyen. Pontosabban nem is okos, hanem bölcs, mert ugye a kettő között azért van különbség. Én azt látom, hogy egyre inkább olyan embereket, olyan embercsoportokat akarnak létrehozni, akik gondolkodni nem képesek, akik beállnak egy szalag mögé, és akkor robotmunkára képesek csak kifejezetten. Láthatjuk, hogy az akkumulátorgyárak is ugye ezért vannak ilyen nagy számban jelen, ott vidéken is, meg a fővárosban is, meg a főváros környékén. És a mezőgazdaságot is teljes mértékben háttérbe szorítják, hogyha most a mezőgazdaságot figyelembe vesszük, hát ott van a mi kultúrának a gyökere. Ugye falvakból jött be a kultúra a városba, és pont ezt a réteget, ezt a két réteget egymásnak feszítették mesterségesen, és emiatt ugye ez érdek, hogy fennmaradjon, hogy ne lehessen mondjuk a parasztságot, hogyha egyáltalán van még parasztság, mert sajnos én azt látom, most már inkább mezőgazdasági vállalkozás zajlik, de hogyha lenne az a régi paraszti réteg, aki annak idején ugye felnőtt a 40-es, 50-es, 60-as években, akkor velük együtt lehetne egy egységes, szerves kultúrát felépíteni,
és aztán pedig ugye csak a hazai termékeket eladni, és ez nyilván bejönne az iskolába is, és akkor ezeket lehetne tanítani a gyerekeknek. Ezzel szemben pedig az elbutítás folyik ipari szinten, és mindenki elégedjen meg azzal, amit kap mondjuk a gyorsétteremben, a hűtött és mirelit árut a bevásárlóközpontokban, stb. És még véletlenül se jusson eszébe saját maga megtermelni a tápértéke rendelkező táplálékát, hanem majd megveszi, tehát gyakorlatilag egy pénzügyi függő rendszer kialakítása már pici korban, és ugye ez akkor majd szépen fog másolódni. Ez tökéletesen a globális világrendnek a működését, folyamatos fenntartását szolgálja, ugye kivonása a készpénznek, digitális rendszeren keresztül való működtetés a pénznek. Ha valaki nem jól viselkedik, akkor annak a számláját azonnal meg lehet vonni, de ha már digitális a pénz, akkor azt fenn kell tartani. Erre való jogalapra a bankok le tudják vonni maguk megfelelők is százalékát. Tehát gyakorlatilag az átlag ember réteg, aki el van butítva, le van gyakorlatilag süllyedve a fogyasztói szintre, egy ilyen állati szintre, az tökéletesen eltartja azt az elitet, aki az emberiségen nem most kezdődően uralkodik. És ennek van alávetve az oktatási rendszer is? Én azt gondolom, hogy teljesen jól összefoglalt a lényeget, igen. Tehát a pénzuralmi rendszernek és a kiszolgáltató eszközöknek vannak alárendelve az oktatási intézmények is. Ugye minden már számítógépen keresztül működik, és kicsit én megijedek ilyenkor, nekem a Terminátor jut eszembe, amikor a gépek lázadását már napi szinten láthatjuk. Mesterség és intelligencia már ugye itt van, tehát nem is az előszobába tartózkodik. Valamint én azt gondolom, hogy egy lépésre vagyunk a mikrocsiptől, ami nagyon-nagyon félelmetes, és az oktatási intézményekben, erről talán múlt alkalommal beszéltünk, hogy most már lehet, hogy be se kell menni az iskolába, hanem otthonról lehet majd a tanárokat tényleg fölhívni, cseten, egyéb platformokon, hogy lehessen velük beszélni, és természetesen, hát ugye mindig lehet reklamálni, mert a gyerekeknek és a szülőknek mindig van joga, hogy ezt megtegyék, a tanárnak meg joga van arra, hogy ne tartsa meg az órát. Sajnos erre is vannak példák, hogy a tanár sem mindig megfelelőképpen végzi a munkáját, de ez a kettő összefügg, hiszen hogyha az egyik ember elveszíti az erkölcsét, akkor a másik sem fogja azt véghordozni. Hát ha belegondolunk, a valamikori tanárok ebből a közegből fognak kikerülni. Igen. És azt fogják tudni átadni, amit ők tudnak. Ők meg ezt fogják tudni, ami szintén érdek, ugye amiről az előbb beszéltünk, hogy ez azoknak érdeke, akik az emberiségen élősködve uralkodnak, és szó szerint lerabolják az emberiséget. Hogyan látja az ebből kivezető utat? Létezik-e ebben kivezető út? Egy picit még mielőtt rátérnénk, azért elmondanám, hogy ugye a drog az nagyon komoly problémát jelent. Hát hol szoktak általában drogokat árusítani? Iskolák környékén nem felnőtt embereket fognak droggal bombázni, hanem olyanokat, akik még lelkileg nincsenek fejlődve, gyengék, és a tanítézmények megtalálható. Megtalálható középiskolákban, a golyabálokon, ugye nem az a golyabálnak mondjuk a jellegzetesség, hogy az milyen jó kis összejött el, hanem tajrészegrésznek a fiatalok. Az egyetemi bulik szinten erről szólnak, tajrészegség és akkor az állati szintre való lezülledés, és gyakorlatilag minden az, ami negatív értelemben megtapasztalható, az az tanítézmények falain, az iskolák falain belül megvan. Miért tűrik ezt? Vagy kik engedik ezt, tanár úr? Nagyon-nagyon nehéz erre válaszolni, mert csak sejtéseink vannak, mert nagyon okosan működik a rendszer, hogy ne legyenek bizonyítékok, és ugye tudjuk nagyon jól, hogy a bíróság is úgy működik, hogy bizonyítékok hiányában bárkit fel lehet menteni. Tehát sejtéseink vannak erről, valamikor természetesen egy-két alkalommal lebuknak ezek a drogárusítók, de hogyha már itt tartunk a drognál, akkor nézzük csak meg, hogy hányféle droggal szembesülnek a diákok, ugye. Tehát kezdjük mondjuk az energiaitallal, amire most már törvénytervezetet alkottak, de hát én még most is látom, hogy a nem tartják be, kijátsszák egyébként a rendszer. Tehát a jog úgy működik, sajnos, hogy a jogalkalmazó, ugye, aki a jogot nem tartja be, azt felmenti, illetve kiskapukat gyárt le, hogy aztán lehessen valamilyen kedvező ítéletet hozni, és a jogkövető magatartásra rendelkező embereket pedig mindig elítélik. Tehát, vagy nagyon kevés kivételtől eltekintve lehet azt mondani, hogy ezt csinálják tényleg. Tanár úr, miért nem történik az oktatási rendszerben azoknak a dolgoknak a figyelemfelhívására való törekvés, hogy akár a drogok, akár az alkohol, akár az energiatalok, akár a dohányzás, és még lehetne sorolni sok mindent, hogy ne.
Mert egy fiatalt könnyebben rávenni, mint egy felnőtt embert, akinek már van tartása, akinek már megvan a lelkéreje, akinek vannak életcéljai, de egy fiatalnál ezt meg lehet tenni, hogy azt lehet neki adni, amit akarnak. Miért nem érdek mondjuk egy iskoligazgató számára, vagy magának az oktatási rendszernek a számára, hogy rendben van, te döntsd el, itt van az energiétal, de ezzel és ezzel fogod magadat ilyen és ilyen módon mérgezni, hogyha ezt a szervezetedbe beviszed. Nekem orvos elmondta, az energiétalok vegetatív idegrendszert, illetve a szívet rombolják. És hogyha valaki ezt huzamosabb ideig fogyasztja, akkor mondjuk 10-15 éven belül egy lelkileg is, szellemileg is, és fizikálisan is egy elgyengült, hasznavehetetlen ember lesz. Tehát nem érdek az oktatási rendszerben az, hogy ezekre felhívja hatékonyabban a figyelmet. A látszat az mindig megvan, erre azt tudom válaszolni, tehát vannak egyébként figyelemfelkeltő eszközök, és vannak figyelemfelkeltő tanárok, akik ugye ezt elmondják a diákoknak, csak nem elég hangsúlyosan. Tehát én azt látom, hogy kicsit úgy, mint amikor felszállunk a repülőre, ugye a stewardess elmondja a légikísérő, hogy mire kell figyelni akkor, hogyha esetleg lezuhanna a gép, és ezt olyan szemtelen arccal mondja el, hogy hát mi sem természetesebb ennél. Nyilván ő a munkáját végzi, tehát nem őt kritizálom ezzel, csak valami hasonló zajlik le egyébként az oktatási intézményekben is, hogy elmondják szemtelen arccal a tanárok, hogy ez lesz a következménye, de igazából úgy vannak fel, hogy vagy a szülő nem fogja betartatni a gyerekkel, vagy nem elég hangsúlyos az egész tervezet. Én ezt látom, hogy itt van egyébként a kutya elásva. Tehát ha nem mindig mondhatjuk azt, hogy nem érdek, hanem nem eléggé hangsúlyos. Tehát kicsit úgy csinálunk, mintha betartanánk a törvényeket, de amúgy meg nem. És ez a kint is vagyok, bent is vagyok politika, ez nagyon érezteti hatását. És szerintem ez rosszabb annál, amikor valaki egyértelműen a rosszat mutatja magáról. Mert itt ugye nem lehet eldönteni, hogy akkor most az embernek melyik az igazi énje, melyik a valódi arca, a külső vagy a belső arc. És ez az igazi probléma, hogy nagyon sok formális dolog megvan, de tartalom nincsen mögötte. Ugye a Kassai Lajos Lovasi ezt mindig elmondja, hogy a magyar kultúra formailag megvan, de tartalmilag abszolút nincs. Ez baj. Igen. Ha ez rendszeres téma lenne a tanintézményekben, ön szerint ebben lehetne valamilyen szinten javítani ezen az állapoton? Mert förtlen vagy a mai fiatalok többsége, ahogy viselkedik, és milyen mértékű az elszülés. Természetesen lehetne rajta javítani, de ez csak a szülőkkel együtt működve. A szülőket is be kell ebbe vonni, hogy nagyon sok olyan szülő értekezet legyen, ahol ez szóba kerül, és a tanárok nem csak egy kötelező programként tartsák ezt számon, hanem tényleg hangsúlyosan mondják ezt el, ezt a problémát a gyereküknek, és akkor talán lenne megoldás erre vonatkozóan is. Tanárról kérdeztem, mint a kultúráról, illetve a műveltségről. Hogyan állunk az erkölcsel kapcsolatosan? Ugye a műsorunk elején beszéltünk arról, hogy ugye a fejétől bűzlik a halalapon, tehát ez egyszerűen szavakat nem talál az ember, hogy milyen szintig, milyen magas szintig elment ennek a problémának ugye az állapota, de hogy általánosságban megvan-e még az erkölcs a tanintézmények az iskolák falain belül? Vagy ott is már a jogok érvényesülnek inkább. Az az erkölcs, amiről mi beszélgetünk, az már nincsen jelen, és ezt nyugodtan kimondhatom. Vannak megint formailag erre utaló jelek, de tartalmilag már abszolút nincsen meg. Mert a szülők egyébként, ahogy hazamennek, nyilván ők is ki van a zsigerelve a munkahely miatt, és nincs energiájuk foglalkozni a gyermekekkel, és ez nem kifogás, amit én mondok részemről, hanem ezt mondják mindig egyébként érvként, hogy ő ezt ezért nem tudja megfelelően csinálni, mert nincsen rá ideje. Én meg azt mondom, hogy az otthon élet kezdődik, az otthon élet otthon kezdődik, tehát hogyha valaki otthon elkezdi a gyermekét nevelni, ott fog épülni a jövő, és ezt kéne végre megérteni, hogy ott kell egyébként a többletnevelést bele tölteni a gyermekeknek a szívébe, lelkébe. Erre van lehetőség a szülők által? Lenne rá lehetőség, hogyha akarnának. Tehát lenne rá hajlandóság, csak szerintem a munkahely választása is óriási problémák vannak. Mert nagyon sok szülőnek ugye munkahely van, de nincsen hivatása. A hivatást kellene megtalálni, mert a hivatás szóban benne van az, hogy Isten elhív engem valamire, de ők ezt nem gondolják végig, nagyon sok esetben egy rossz döntést hoznak, és akkor ez a mókus kerék elkezd pörögni, és már azt veszik észre, hogy a család széthullott. Illetve a meghatározó, bármennyire fáj vagy nem fáj, ugye a megfelelő mennyiség anyagiak minden hónapban meglegyenek. Igen. Ennek értelmében, hogy ő ezt elérje, akarva, akaratlanul, vagy tudatosan, tudatalatt dönteni fog, és mit fog háttérbe helyezni?
Az értéket, az érdekkel szemben, meg legyen az anyagiak, és közben az érték az pedig hullik szét, és az oda vezet, amit ön az előbb mondott, hogy széthullanak a családok. Pontosan. Tanár úr, elfogyott a műsoridőnk, én nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Én szeretném, hogy a következő adásunkban beszéljünk olyan alternatíváról, lehetőségről, amely kiutat jelenthet, illetve nagyon sokszor szóba került, mint ebben a műsorunkban is, a Kodály módszer. Én szeretném, hogy nagyon részletesen beszéljük ki magát a Kodály módszert, illetve azokat a lehetőségeket, amelyek kivezető útként tudnak támpontot adni ebből a nagyon-nagyon rossz állapotból. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt tanárul, és innen folytatnám önnel akkor a beszélgetésünket. Én is köszönöm. Önöknek is köszönöm meg tisztelő figyelmüket. Kérem, vigyázzanak egymásra is, és saját magukra is, hogy ne legyen áldozat.